A Nemzetközi Szövetség ebben az évben csak egy világkupa versenyt rendezett a juniorok számára, így a 19 év alatti kerékpárosok a három országúti mezőnyversenyen és egy időfutamon döntötték el az érmek és a helyezések sorsát. 15 ország 16 csapatának 96 bringása összesen 280 kilométert tekert három nap alatt. A korosztály legnagyobb tehetségének tartott Dan Andresen mind a négy szakasz megnyerte, így övé lett az összetett első helye a német Dressler és a szintén Dan Wang előtt. A csapatversenyben Dánia szerezte meg az első helyet. A verseny nem csak a kerékpárosok, hanem a szervezők számára is kihívást jelentett. Tavaly mi megcsináltuk itt a két VNA Special Series-t, amivel gyakorlatilag annak a biztosításával és annak a szervezésével mi kiérdemeltük azt, hogy idén Magyarország világkupát rendezhet. Tehát ez 93 év után először történt meg. Profi versenyeket, nemzetközi versenyeket gyakorlatilag, hogyha az ember bejelenti, csinálhat. De egy világkupára oda el kell nyerni a bizalmat. Ahogy a sajtótájékoztató mondta a Prinz Singer Péter elnök úr, azt, hogy az UCI logón az a kis színes sáv az ott legyen, ahhoz egy egész országnak kell a bizalmát elnyerni a UCI-nál. Ez megtörtént, és szerintem jól debütáltunk ezzel a világkupával. A legjobb magyar versenyzőnek járó trikót Mészáros Bence vehette át az utolsó szakasz teljesítését követően. Szerintem nagyon jó volt ez a három nap, sok tapasztalatot szereztünk. Igaz, egy kicsit többet szerettünk volna, dobogóra akartunk állni első hazai világkupán, de ez nem sikerült. Nem is az erővel volt baj, hanem inkább a tapasztalatnak a hiánya, de jövőre reménykedünk, hogy dobogóra tudunk állni. Nyíregyházi és Ibrány mellett Vásáros Namé volt a világkupa verseny harmadik központja. Mint a város polgármester elmondta, a sportág egyre népszerűbb a településen. A fiatalok igen kiéhezve várták már ezt az eseményt, ahogy a városlakók is. Nagy többségük türelemmel viselte azt, hogy ilyenkor ilyen korlátozások vannak, ilyenkor egy kicsit óvatosabban kell közlekednünk, lezárások vannak, de azt is látjuk, hogy egyre többen érdeklődnek a kerékpársport iránt. Ez egy folyamatnak a csúcsa, hiszen elindultunk a kerékpár megszeretetésével, kerékpáros barát település vagyunk, aztán elkezdtünk amatőrversenyeket szervezni, tavaly pedig elindultunk a profi világba, amely idén aztán ismét a fiatalok körében egy V4-es kerékpáros versenyben csúcsa. A szervezők reményei szerint jövőre ismét otthont adhat majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy világkupa versenynek.